Szinte minden ceglédi középiskolából érkeztek diákok a Városi Könyvtár író-olvasó találkozójára. A rendhagyó irodalomóra kapcsolódott a Magyar Szép Próza Napjához, mondta köszöntőjében az intézmény igazgatója, Kapdeboladik Lívia. Ez február 18-a, de egészen február 12-től 20-áig folyamatosan zajlanak országszerte író-olvasó találkozók ennek az apropóján. A ceglédi találkozóra Csender Levente, József Attila díjas írót hívták meg, aki legújabb novellakötetét, az Örök utcát mutatta be a diákoknak. Az alkotó 3-4 évente jelentkezik új könyvvel, mint mondta, nem a mennyiség, hanem a minőség a fontos számára. Az író mesélt erdélyi gyerekkoráról, a szegénységről, kiszolgáltatottságról, arról a korszakról, amikor szülőföldjén még a napi élelmiszer beszerzése is szinte mindenkinek gondot jelentett. Nem úgy volt, hogy bementél a boltba és megvetted, hanem amikor volt. Tehát, hogy ment a hír, ugye, hogy most van kenyér. Az erdélyi nehéz gyermekévek mai napig nagy hatással vannak írói munkásságára, műveiben leginkább a nehéz sorsú emberekről, vívódásaikról, döntéseikről ír. Az Örök utca című kötet is ilyen hangvételű. Azt a kérdést feszegetem, hogy mennyire tudok önmagamon túllépni, és a hőseim is mennyire tudnak kilépni saját magukból, mennyire tudnak bizonyos korokat, korszakokat lezárni. Mi az, amit az ember visz örökre, vagy örökké magával. Csender Levente novellái értékes gondolatokat fogalmaznak meg. Az Örök utcában sincsenek jó vagy rossz, szerethető vagy ellenszenves karakterek. Az író nem ítélkezik senki felett. Ferdinándi György kollégám mondta magáról, hogy az útpatkára szorult életek krónikása. Tehát, hogy valahogy én is ezt az útpatkára szorult életeket szeretem megélni, ezek izgalmasak. A boldogságról, a sikeremberekről nem nagyon tudok írni, ez nem az én világom. Csender Levente a találkozón fel is olvasott novella kötetéből, és azt is elárulta, már dolgozik legújabb művén, ami egy meseregény lesz.